Üdvözletem! Vég Sándor vagyok, a Carlson Software új közép-európai és egyben magyarországi regionális képviselője. Az elmúlt hetekben kiküldtem e-maileket, amiben javasoltam Carlson programok kipróbálását. Most szeretném bemutatni azoknak gyors letöltését és a komputerre való felrakásokat. Kezdem az e-mail megkeresésével, ahol megtaláljuk a sorozatszámokat, 30 napos próbaidős sorozatszámok. Az első az a Carlson Survey, Carlson földmérő, intelikedes vezélővel. Kiválasztom a sorozatszámot, jobboldali klikkeléssel copy, kimentjük a memóriába, következő lépés, klikkelünk a download page-en, a letöltési oldalon, ami elvisz bennünket a Carlson weboldalra, ahol megtaláljuk a letöltési programot. Carlson 2020, 64 bites, itt a fájlnak a mérete, a kiadásának az időpontja. Elindítjuk a letöltést, baloldali gombbal klikkelünk, save, elmentjük a fájlt. Nyilván ez beletelik egy pár percbe a komputer és az internet sebességétől függően, úgyhogy megállítom a felvételt. Visszatérve a letöltés befejeződött, meg kell keresnünk a fájlt, amit letöltöttünk. Az enyém a D drive-on van, Winchester-en van. Letöltési fájl. Itt van az indítási fájl. Carlson 2020 64 bit. Duplán klikkelünk. Elindítjuk az installációt. A program készíti a komputert a felrakáshoz. Az üdvözlő oldal megjelenik, ahol kéri újra, hogy akarjuk-e folytatni. Igen, a következő lépés next, következő. Itt a jogi beleegyezési oldal, ami letölthető, olvasható, fordítható, kiírható. Én igen mondok, elfogadom a feltételeket. IntelliCAD 9,2-es változatra fogjuk rárakni, nem szükséges autókeret vásárolni. Megjegyzem, hogy 2019 volt az első év, amikor több IntelliCAD került eladásra, mint autókeret. Következő lépés, jobboldali klikkeléssel bemásoljuk a sorozatszámot, amit az e-mailből elmentettünk, ha nem sikerült, akkor visszamehetünk az e-mailbe és visszahozhatjuk a sorozatszámot ide, next, következő. Hova rakjuk a programokat, hogy állítjuk fel a könyvtárrendszert, én a D drive-omra akarom rakni, átcserélem a C-t a D-re, ott fogja kialakítani. Next, következő. Carlson Project fájlokat hasonlóan a D drive-on akarom kialakítani. Elfogadom. Következő. Ezúttal már a D drive-on Winchester-en alakította ki a könyvtárrendszert a beállításokhoz és a projektekhez. Next. Következő. Örömmel jelentem, hogy a program magyarul is fölrakható, hála az egyik nagyon jó kollégánknak, nagyon jó magyar kollégánknak. Next, következő. Itt a file, a könyvtárrendszer, amiket választottunk. Ha nem egyezik meg, akkor innen még visszamehetünk. Ha megegyezik, mehetünk tovább. Next. Ide beírhatnánk, behozhatnánk a linket az előzetes beállításokból, ezúttal csak megyünk tovább, és a program felrakása, installációja a jobb alsó sarokban látható. Nyilván komputer sebességtől függően rövidebb vagy hosszabb lesz. Ebben az esetben kivárjuk a felrakást. Megjelenik a következő oldal, ahol
információ van arról, hol lehet felfrissíteni, oktatást kapni, vagy támogatást, technikai támogatást, és azt is örömmel jelzem, hogy hamarosan lesz Magyarországon teljes idős technikai támogatás. Következő lépés, a program installáció befejeződött, finish, kész. Elmegyünk a főoldalra, és látható, hogy a Carlson Survey indításékon itt megjelenik, ahol a programot tudjuk indítani, és a Carlson Project Folder. Remélem sikerül minden, ha nem, akkor kérem szóljanak, addig is viszontlátásra!